Továbbra is a Juma traktátus tanulmányozzuk, és a Juma traktátus 68-as lapja következik ma este. és arról volt szó, hogy ugye a Jomkipuri szolgálatnak a főpap Jomkipuri szolgálatját, szolgálatának a rendjét tanulmányozzuk most már hetek óta, és megyünk sorról sorra, lépésről lépésre. És most ott tartottunk, hogy uh, miután már elküldte a uh, szírlázaz el a sziklás hegyoldalba azt a bizonyos bűnbakot, és ráolvasta a zsidó összes védkét, akkor visszamegy, visszamegy a két másik áldozathoz, amit levágott, ugye az üszőhöz és a uh, bűnáldozat kecskéhez, és ezeketnek a belső részeit, amik, amelyek fölkelnek az oltára kivette. És most elküldi ezeket, hogy el legyenek égetve a táboron kívül. Ugye ezeket a táboron kívül kell elégetni. Ugye általában egy bűnádzatnál bizonyos részek az oltára kerülnek, bizonyos részeket megesznek a papok. De ugye ednél a bűnádzatnál nem lehet megenni értelmszerűen, hiszen Jomkipur napja van. És a tóra azt mondja, hogy ezt a táboron kívül kell elégetni. Amiről most beszélni fogunk a következő pár percben, az az, hogy hogyan küldte oda a táboron kívülre, és mit jelent egyáltalán az, hogy a táboron kívülre, mennyire kívülre a tábortól. Ez csak azt jelenti, hogy a Szentélyen kívülre, vagy Jeruzsálmen kívülre kellett küldeni. Ezekről lesz szó a következőkben, és már is még egyszer köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Szervusz Gábor, Savol Tov, Éva, um, Dr. Szidon, Jó estét kívánok! Nézzük akkor, mit mond a Talmud. 67-es lap alján tartunk, és azt mondja, tanul hogy Náthamni tuák basszal, öjj rá, Azt mondja a Talmud, egy brájtában az van írva, hogy ezeknek az állatoknak, a kecskék, az üszőnek a égetése előtt nem nyúzta meg őket, ahogy azt az Ola égvázatnál tette hanem úgy, ahogy voltak, mindennel együtt, a hús, a bőrrel együtt lett elégetve. Mert na, nem illi, onnan tudjuk, hogy ez így van. De tányi rebi, mert nem már kán peres. Nem már le hallen peres. Szóval ugye ezt egy párhuzamból tudjuk, hogy ez így van, hogy nem kell meg, nem nyúzta meg ezeket az állatokat, hanem szőröstől, bőröstől égették el, mi ez a párhuzam? Ugyanis a jomkipuri áldozatoknál az van írva be és az a rasszom, ez szarom, ez pirsam, és égesse el őket, égesse el azokat, tehát az üszőt, meg a kecskét, a tűzben a bőrüket, a húsukat és a beleik tartalmát. És ugyanígy mondja a, egy másik áldozatnál is, amikor pár kajem a amikor a főpap vétkezik és hoz egy áldozatot, különleges speciális áldozatot, akkor ott is azt mondja Mózes harmadik könyvek negyes fejezetében, vesz olyra par, vesz kap, szaraj, röjse, vagy haraj, vagy kirbajú, pirsaj, és az egész állatot égesse el, égesse el a marhának a bőrét, és az egész húsát, és a fejét, és a beleit, és a beleinek a tartalmát egyben, és ugye ebből a párhuzamból mit tanulunk? Mála hálajnai déni tuáfa lőjedei a afkánai déni tuáfa akkor ugyanúgy, ahogy a főpap áldozatánál, ha a főpap vétkezik és hoz egy áldozatot, akkor az, ez azt jelenti, hogy amikor a Tóra együtt mondja, hogy égesse el a bőrt a hússal és a belekkel, hogy nem nyúzzák meg az állatot, hanem úgy darabolják föl, hogy a szőröstől, bőröstől és úgy égetik el. Ugyanígy a mi esetünkben is ez jelenti ez, hogy szőröstől, bőröstől kell égetni, és nem nyúzzák meg az égetés elett. Haszam honnan tudjuk tényleg akkor, hogy a a főpap áldozatánál egyáltalán ez így van. De tánya, de kirboj, u de ve mert sem, hogy cia is Honnan tudjuk, hogy így van tényleg a főpap egyedi vétek áldozatánál, honnan tudjuk, hogy nem nyúzták meg az állatot az égetés előtt, hanem egyben szőröstől, bőröstől égették el. Ugyanis a Tóra Mózes harmadik könyvek negyes fejezetében azt mondja, és az üszőnek a, a bőrét és minden húsát, és a fejét, és a beleit, és a beleinek a tartalmát égesse el, de hogy ci, és vigye ki az egész üszőt a táboron kívülre, ugye ezt is a táboron kívül égették el, mit jelent ez? Mert lámet hogy ci, és salem, hogy egyben égeti el, vagy egyben viszi ki, hogy ki kell vinni a táboron kívül, egyben, anélkül, hogy földrabolná, vagy anélkül, hogy pontosabban, hogy meggyúzná. Jahal iszre fenn a salem, akkor azt is jelenti ez esetleg, hogy egyben kell elégetni. Nem már kár rajsai nem már le halen rajsai karáim, már le halen afkan rajsai Szóval ugye ezt azért már nem mondom, hogy egyben kell elégetni. Miért? Mert a, az olá, az égő áldozatnál is az van írva, hogy égesse el a rajsai rav, égesse el a fejét és a beleit, és ugyanúgy, ahogy ö, itt is így ezt a megfogalmazást használja, ugyanezt a megfogalmazást használja az égváldozatnál is. Az égváldozatnál tudjuk, hogy föl kell azért darabolni, mielőtt elégetné, akkor nem tudjuk, hogy itt is föl kell darabolni, mielőtt elégetné. Így már a meg Ha pedig azt mondanád, hogy akkor esetleg ugyanúgy, hogy az égházatnál meg is kell nyúzni, akkor itt is legyen megnyúzva, ezért mondja tóra azt, amit nem mond az égenáldatnál, hogy a belei és a beleinek a tartalma. mit jelent ez a. Mit, mit tanulunk ezekből a szavakból? a papa, sem se pírsöge ki, vagy kárpszorébe, Azt mondta a papa, azt tanuljuk ebből, hogy ugyanúgy, hogy a belei és a beleinek a tartalma egyben maradnak, ugyanígy a hús és a bőre egyben maradnak. Tehát a hús a bőrhöz az olyan, mint a tartalma a belekhez. Magyarul akkor mit látunk ebből? Hogy a főpapnak az egyedi vétkért eh, eh, hozandó vétekáldzatánál föl kell ugyan darabolnia az áldozati állatot, miért elégetni, eh, de nem kell megnyúznia. Nem úgy, mint a eh, olá eh, égő ahol meg is kell nyúzni. És ugyanúgy, ahogy a főpap egyedi vétekádzatánál eh, nem nyúzzák meg az állatot, hanem földarabolják, és úgy égetik el, ugyanúgy a mi Esetünkben is a két állat, amiről beszélünk, ugye a bűnázat kecske és a bűnázat üsző, ugyanígy kell eljárni, nem nyúzzuk meg, hanem csak feldaraboljuk és úgy égetjük el. Oké. Okay. Tehát akkor mi a feladat? A főpra fogja ezt a két állat tetemet, kiviszi a táboron kívülre, ott földarabolja, és úgy égetik el, de nem nyúzza meg. Mit tanultunk még a Misnában? Hogy az, aki égeti, Anna, elégeti ezt a, a, két állatot. Ugye értem szerint, ez nem a főpap maga, a főpap nem megy ki a szentéből, nem valaki megvan ezzel a feladattal bízva. És aki ezt csinálja, annak a ruhái tisztátalanná válnak. Mikortól válnak tisztátalanná? Erre azt mondta, a misna két vélemény van, vagy onnantól, hogy ki, ki jutott a szentélyből, tehát, hogy kivitte, ami viszi kifelé, ahogy kilépett a szentéből, onnantól rögtön tisztáltalanná válik, vagy pedig, ahogy elkezdte égetni. Tanulában a Jöjci mi hucla neve szarfu. Le hálan átana észre nem sola és mácha ész, ve kánatana észre nem mácha ne áhász. Imkén nem már mi hucla ne le éme lecha, kíván mi mert ám nem tanultuk egy brájtában. Ugye a Tóra úgy fogalmaz, hogy a jomkipuri áldozatokat ki kell vinni a táboron kívülre, és ott kell elégetni. Most ugye a, e, megint párhuzamot vanunk a főpap egyedi vétek áldozatával, ami évközbeni vétek áldozatával, amiről tudjuk, hogy a három táboron kívülre kell vinni. E, mit jelent ez a három tábor? Csak hogy tisztázzuk azoknak, akik esetleg e, nincsenek ezzel kémben. Ugye a sivatagi vándorlás során három tábor volt, hogy a tábort a három részletet osztani, volt Machne Schina, Machne Levia és Machne Israel. Volt az Isten tábora, a papok Léviták tábora és Izrael tábora. Ugye belülről kifelé haladva, Isten tábora az maga a szentés sátor, a Miskán, Léviták tábora az a Miskán körülötti, tábor helye a lévitáknak, és Izrael tábora az maga az egész tábor. És különböző esetekben, különböző módon kellett a táboron kívülre menni. Például valaki tisztátalan, hogyha valaki leprás, hogyha valaki ilyen-olyan, akkor más-más zónába mehet vagy nem mehet. Ugye ezt biztosan végigvettük, vettük, azt hiszem, hogy a Pszachim traktátusban. Később Jeruzsálemben, ez úgy nézett ki, hogy a Szentély hegy e a Szentély, a Szentélyhegy, és Jeruzsálem volt a három tábor. A Szentély maga az Máhneskina, az Isten tábora, a Szentélyhegy az a Léviták tábora, és a, a, a Jeruzsálem városa az pedig az a, a Izraeliták tábora, vagy a, 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 a nagy tábor. Most ugye itt arról beszélünk, hogy a főpap áldozatának a, kivit, a elégetésekor a három táboron kívülre kell menni. A három táboron kívül kell elégetni a, a két tetemét az állatnak. Ugyanúgy, ahogy a, ugyanez a helyzet a Jomkipuri két áldozattal is, hogy azt is a három táboron kívül kell elégetni. Akkor viszont miért úgy fogalmaz a Tóra, hogy a táboron kívül, hogy vigye ki a táboron kívülre, miért nem a táborokon kívül, azt a Talmud azért, mert azt akar ezzel mondani, hogy onnantól, hogy kilépett a szentéből, az első táborból, onnantól fogva már tisztáltalanná válnak a ruhái. Tehát akkor ugye ez azt a véleményt erősíti, ami szerint a égetés feladatát végző ruháinak a tisztátalanná válása, az nem akkor kezdődik csak, amikor már elkezdte égetni, és a tűz belekapott az állat tetemébe, hanem már onnantól, amikor kilépett a szentély udvaráról. De haszam alatt, honnan tudjuk valójában, hogy a három táboron kívül kell elégetni? Önmagában a párkönyvesen a siák a főpap egyedi vétekázatának az eseténél, honnan tudjuk, hogy amikor el kell égetni a tetemet, akkor azt a három táboron kívül kell elégetni, teljesen a városon kívül, mert ugye innen vesszük, innen tanuljuk a nyomkipúli áldozatokra is, hogy ugyanez a helyzet. Honnan tudjuk magánál, ott a főpap esetén, hogy ez a három táboron kívül van. De tánya, a hőjci a Tóra úgy fogalmaz, amikor a főpap egyedi vétek beszél, Mózes harmadik III. könyvének negyedik fejezetében, és vigye ki az egész üszőt. Mit jelent ez? A három táboron kívül. Át a imén húzás, én a húzmáknáksz. Honnan tudod, hogy ez a három? Miért nem csak egy? Egy táboron kívül, vagyis a szentélyen kívülre. És a párha eida, elmi hucla machne, se én talmud van nem már, vagy szalafa éjszakás, és szalafa szpára risony, már talmud leim, mert én talmud leim, mert se mert machne, mert desen, se talmud van nem már, könyv a desse, desen, tényleg is A talmud ezt abból vezeti le, hogy háromszor is szerepel az, hogy vigyen ki a táboron kívülre, szerepel egyszer a főpap egyedi álzatánál, szerepel egyszer az ugyanezzel a, ugyanebben a kategóriába tartozó Ugyanebben a kategóriában tartozó a nép vétkért hozott közösségi vétek áldozatnál és szerepel egyszer ugyan, ugyanitt, amikor azt mondja, hogy és égesse el a hamu, hamu lerakásának helyén. De lényeg az, hogy háromszor szerepel az, hogy a táboron kívülre, és erre azt mondjuk, hogy akkor azért szerepel háromszor, mert azt mondja, hogy három öm, a három táboron kívülre kell kivinnie. Tehát, hogy nem elég <coughs> csak a szentélyen kívülre, hanem a városon kívülre. Innen, ezt ugye megtudtuk most a főpap egyedi bűn áldozatának az esetét. Innen következtetünk a Jomkipuri áldozatokra, hogy ez ugyanez a helyzet. Miért mondja akkor a Jomkipuri áldozatoknál, akkor ezt már tudnánk, miért kell ott is külön mondani, hogy a táboron ki vigye a táboron kívülre. Mert azt mondja a Bright, hogy azért, mert azt azért mondja, mert abból pedig azt tudjuk, hogy amint kilépett az első táboron kívülre, tehát a szentélyen kívülre, azon nyomban tisztátalanná válik a ruhája. Ugye ez stimmel is um, a misnánk első véleményével, a Tanakáma valaki valóban azt mondja, hogy az, aki végzi a jomkipuri áldozatoknak az égetését, annak a ruhája azon nyomban tisztátalanná válik, ahogy az első tábort, azaz a szentét, a szentély udvarát elhagyja. Simon viszont ugye azt mondta, hogy csak akkor válik tisztátalanná, amikor elkezdi égetni akkor ő mit fog kezdeni, Simon, Haimi, Hucla, Machna, Videlei? Szerintem mi, mi, mire való, vagy mire használatos, mit akar mondani ez a vigye ki a táboron kívülre? Ugye azt nem mondhatja, hogy azért van erre szükség, hogy tudjuk, hogy a táboron kell, kívül kell égetni, mert azt már tudjuk, és kikövetkeztettük a főpap egyedi bűnálzatának az esetéből. Ugye azt sem mondhatja, hogy azért kell ezt mondani, mert hogy ezzel akarja a tóra azt megmutatni nekünk, hogy ahogy kilépett az illető a táboron kívülre, már is tisztátalanná válik a ruhája, hiszen ő azon az ásponton hogy ez nincs így, hanem csak akkor válik tisztátalanná ruhája, amikor elkezd égetni, akkor mit kezd vele? Mit kezd ezzel a kifejezéssel? Mi baj lelekedet, tánya, rábi mert nem már kámi hucla nem már hallen. Hucla máhem, má kán és máhem, lesz áf már Azt mondja hogy Simon, hogy ez egy harmadik esettel akarja párhuzamba vonni a Jomkipuri áldatokat. Ugye eddig szó volt róla, hogy a Jomkipuri áldatokat párhuzamba hoztuk a főpap egyedi bűnáldatával, a főpap egyedi bűnáldata pedig kapcsolatban van a nép, ha az egész nép vétkezett vétek áldatával. Ez egy kategória de most párhuzamba fogjuk vonni a jomkipuri áldozatokat a vörös tehén amivel ebben az elti szakaszban tanultunk. A vörös tehén szakaszában is az van írva, hogy a táboron kívülre, és miért fontos a párhuzamvonás? Egyrészt, hogy tudjuk, hogy a, ahogy a jomkipuri állzatokat is a három táboron kívülre kellett vinni, hiszen ezt tudjuk a főpap egyedi bűnázatából. Ugyanígy a vörös tehenet is, amikor azt mondja, hogy a táboron kívül kell levágni, akkor az a három táboron, azon a, azaz Jeruzsálemen kívül kellett levágni. A másik oldalon viszont hol Jeruzsálem melyik oldalán, melyik ö, részén, ugyanúgy, ahogy a vörös tehenet a keleti részén, ugyanígy a jomkipuri áldozatokat is Jeruzsálem kívül, Jeruzsálem keleti részén kellett levágni. Mert a bannon héha szarif akkor most megyünk vissza. Akkor ez Rabbi Simon véleménye. Tehát akkor Rabbi Simon szerint a jomkipurázatokat áldozatokat ugyanúgy Jeruzsálemtől keletre, az olajfák hegyén amúgy, kellett elégetni, mint ahol levágták a vörös tehenet, és ezt a vörös tehénnel párhuzamból tudja. Mit fognak mondani a bölcsek? Mert a bannon a bölcsek szerint hol kell elégetni a Jomkipuri áldozatokat? Eh, Kedetányai, um, ha niszrafin. Let's szfajna, se a lány, hogy húszlással smágnasz. Remény, hogy mert a bész desen Nisrafin. Hol kell elégetni? Azt mondja, van egy brájta, ami konkrétan erről szól, hogy hol kell elégetni. A brájta azt mondja, hogy a brájta első vélemény szerint a három táboron kívül, az az Jeruzsálemen kívül, Jeruzsálemtől éjszakra. Josszi viszont azt mondja, a Bécs desen niszrafin. Josszi szerint viszont ott kell elégetni, ahova kiviszik. Amúgy ugye volt egy olyan, hogy az oltáron, amikor nagyon sok ö, ö, atyák összegyűlt, nagyon sok hamú összegyűlt, akkor azt kivitték Jeruzsálemen kívülre, és lerakták. És ott kell elégetni a jomkipuri áldozatokat is. Oké, okay. ez nem derül ki, hogy ez pontosan hol volt, és tőle, szóval ezt nem tudom. Tehát, hogy a Bjoissi szerint is ez nem, esetleg ez nem északon volt-e. Látom, hogy a kommentárok is foglalkoznak ezzel. Mindenesetre mit látunk ebből, hogy a Bjoissi szerint nem csak az a kérdés, hogy a táboron kívül az azt jelenti, hogy a három táboron kívül, tehát teljesen a városon kívül. És nem csak az a kérdés, hogy Északon vagy keleten, hanem az is a kérdés, hogy egy olyan helyen kell, ahova amúgy az oltárnak a, a, az elhasznált hamuját viszik. Akkor ebből viszont úgy tűnik, hogy az egyel korábbi vélemény ezzel nem értett egyet. Ki az, aki nem ért azzal egyet, hogy a hamunak a helyén kell levágni az állatot? elégetni az á, a, jom a jomkipuri áldozatokat. Amel Rava, Mántán, de Padig Alén, Rabi Jaisi, Rabi ez Rabi Lazar de Tányes, Fajk, Sefe, Haddesen, Iszarev, Sjele, Sam, Rabi és Sjele, Kajmaj, supach Ugye ez a vita, hogy mit jelent az, hogy a hamu öntés helyén, ez a kifejezés, erről a kifejezés, ez a kifejezés másodt is szerepe, jelesül a főpap egyedi bűnázatnak az égetési helyével kapcsolatosan. És ott is azt mondja, hogy el kell égetni a smakaim azon a helyen, ahol kiöntik a hamut. Mit jelent az, hogy ahol kiöntik a hamut? Az egyszerű jelentése az az, hogy ott, ahova általában az oltáról kiviszik a hamut. Utevach meni. Sabuatov. Ezt, ez az egyszerű jelentése. ezeben Jákob viszont azt mondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy ahova kiöntik a hamut, hanem siam a kaimai mesupok, egy olyan hely, ami lefelé, egy ilyen hegyoldal. Ahova kiöntenék a hamut, az, az onnan az legurulna, vagy, vagy le, leöntődne, le, e, e, legurulna. És szerintem Lezeben ezek szerint, akar, szerint nem kell, hogy ez az azon a helyen legyen konkrétan, ahova a hamut öntik, hanem bármilyen olyan hely, ami, ahova kiviszi az áldozatot elégetni, az olyan kell, hogy legyen, ami lejtős hely. A bája szerint ez nem, ez, 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 ez nem igaz, mert ebben a szemben is egyetért, hogy ö, olyan helyen kell, hogy legyen, ahova kiöntik a hamut, csak szerint ahova kiöntik a hamut, az egy ilyen lejtős hely kell, hogy legyen. Tanulában um... Ma sain, sain, a sain, sain, if metamim godin, veloy hamatsi saur. Veloy ham sadem rakh. Mostem is hogy aki elégeti a két Yom Kippur az tisztátanná válik, annak a ruhaét tisztátanná válik. A brighta, amit most olvasni fogunk az ezzel foglalkozik. Ugye a tóra úgy fogalmaz, "Seiref, hoisum, i khabez godam rakh az beson aki pedig elégeti azokat, tehát ugye a két álat mer az tisztítsa meg a ruháját, és, és merüljön alá a vízben, és utána jöjjön be a táborba. Magyarul mit látunk ebből, hogy tisztátalanná válik? De mit látunk még ebből, hogy ki az, aki tisztátalanná válik? Az, aki elégeti az állattatemeket. De nem az, aki meggyújtja a tüzet, nem az, aki elrendezi a tűz, tűzhöz szükséges tűzrakást. Lézó a szöjre, a jéjámeszáj, azt akkor ki az, aki égeti? Az, aki magát a darabokat rárakja a tűzre, Jóhalap, mi sem nász, én fel, mert már oiszom. Oiszom, mert támogadom, mert nem Meddig tesznek tisztátalnál? addig, amíg hamuvá nem váltak. Mert ugye a tóra úgy fogalmaz, amekki pedig elégeti azokat, azokat, és nem a hambaikat. Tehát amíg még égnek, addig tisztátalnál tesznek. De amikor már hamu lett belőlük, akkor már nem tesznek tisztátalanná. Nem lezemre, mert a Nitach habasar én nem nem gadin. De az, amiben Simon hozzáteszi, hogy mindez a magára, az állat tetemre vonatkozik, de a hús vagy a, 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 zsír, ami folyik, és már a tűztől már elveszti az eredeti formáját, az már nem tesz tisztát annál. Májbé nájú, nájú, de se a Mi a különbség, vagy mit tesz ez hozzá ahhoz, amit előtt mondtunk? Hogy előbb csak azt mondtuk, hogy a hamvak nem tesznek tisztátalannál. Nem a nem sima, azt, hogy nem csak a hamvak, hanem amikor a hús elveszti az eredeti formáját, az már nem tesz tisztátalanná. Oké, okay, eddig tartott akkor maga az égetés, ennek a két állatnak az elégetése, és most egy új misna következik. Ugye elküldte a bűnbakot a sziklás hegyoldalba, visszajött a két állattetemhez, ez azokat elküldte, a égessék el, és közben ugye várja, hogy szóljanak neki, hogy a kecskét, a bűnbakot, amit elküldött a sziklás hegyoldalba, azt le is lökte onnan a felelős, ahogy annak rendje és módja szerint történnie kell. Amrulai a kajén gadai higiász akkor azon a ponton szóltak a főpapnak, és mondták neki, hogy a kecske elérte a sivatagot. És lehet folytatni a jónkipuri szolgálatot. Ő ugye nem folytathatta a szolgálatot, amíg a kecske elérne, nem érte a ö, sorsának a helyét. Nájn a jöjdénység hiás Honnan tudták te, hogy mikor ért oda? De ká hajó Mi Ugye azt tanultuk tegnap, tegnap, hogy 10 vagy 12 mil, 10-12 kilométer volt a szentély és azon hely között, ahonnan lelökték a szikláról a kecskét. Úgyhogy kiraktak útközben én emberek, ilyen jelzők voltak, akik kendőket lengettek. Amikor elérte a helyét, akkor mindenki elkezdte lengetni a kendőt, ő is lengetett, ő is lengetett, és ilyen jeleket adtak le, és így jött a hír, ugye nem lehetett SMS-t küldeni. Vijaidin, se igyás szajra, mint bar, amere biudav, lej simon, haja lehem. Minus a lájvád, mész hinuda, és lej sem milin. Hajjhim mil, de hajzni mil, de hogy erre nem volt szükség miért. Mert szerinte, és ezt később jobban ki fejteni, ugye az nem egyértelmű, hogy meddig, hova kellett elérnie a... Köszönöm, Cemi, nagyon kedves vagy hova kellett elérni a kecskének? A sivatagig, vagy a sivatagban a szikláig annal lelőtték. Lehet, hogy csak addig kellett elérni, amíg a sivatagban nem ért, és a sivatagból vitték tovább, de neki már elég volt, ha a sivatagban, mert ugye azt a Tóra úgy fogalmaz, hogy küldj el a sivatagba az ítélet földjére. ugye de ezen a véleményen van, és szerint a sivatag az a szentétől csak három kilométerre volt, ők a, ugye azt tanultuk korábban, hogy Jeruzsálem előkelőségei elkísérték az első sátorig, ami egy kilométer, egy mire volt a szentétől. Tehát egy oda, egy vissza, és még vártak egyet, egy kilométernyi gyaloglás időt, akkor ez már három. Mire ők ide, ezt még csinálták, tudhatták, hogy ő a kecske már eljutott a három kilométerre lévő sivatagba, és ezért nem volt szükség a jelek leadására. Rabbi Shmuel mert a Simon, Akelhajalahem, lassan se az a hőnyiszaj, kasó, se a higgyász, higgyel, mit lassan malbin, se nem baj, a tejhamis, se nem is legelbinu. Remélem, hogy pedig erre volt szükség. Miért? Hiszen tanultuk, hogy a vörös szalat, ami a kecskének a szarván volt, az kikötötték a csarnok bejáratához, és amikor a lelökte a kecskét a hegyoldalból, akkor kifehéredett ez a szallag, és innen tudhatták a szentély hogy most már akkor elérkeztünk ehhez az állomáshoz. Ugye ez egy másik kérdés, hogy közben azt is tanultuk, hogy később ezt a szokást megváltoztatták, és a szallag nem a csarnokban volt, a később bevitték a csarnok belső részébe, de aztán később ott maradt a kecske szarván, és amikor odaért a kecske a sziklához, akkor elvágta a kecske kísérője a szallagot, és az egyik részét egy kőre rákötötte, a másikat pedig a kecske szarván hagyta, és akkor ezek szerint ez a jel már nem volt meg a későbbiekben, mert a szallag, aminek ki kellett fehérednie, a jelezvén, hogy a zsidó nép vétkei megbocsájtottak, ahogy írva van, hogyha a vétkeitek olyan vörösök lesznek, mint a vér, akkor kifejétem őket, mint a hó. Ez a jel, ez már nem a szentélyben volt, hanem kint a sivatagi sziklánál. Amarabájes, máj, mint a midbar, Kaimo. Bészkidudai, mint barkájma, behalk a más, de Szabari Huda, kénységgel szajna, mint barkájma, azt mondja rá, Látjuk a mistából, hogy rabbi Simons, rabbi Júhuda szerint a micva az már akkor teljesül, amikor a kecske kiér a sivatagba, és nem kell megvárni. A micva teljesüléséhez nem kell az, hogy a kecskét lelökjék a, a szikláról. Hádlan a laksnésze ide, hádlan a laksnésze ide, befejeztük a hatos fejezetet, és kezdjük a hetes fejezetet Itt Tulajdonképpen ugyanonnan folytatjuk, ahol abba folytatódik a főpap szolgálatának a leírása. Bolikain Gadel, Likra és Imrac, Likra és de Day, Bucs, láv, Láv, Kajdevő, Nyitztaliszlava, Miselaj. Ugye itt a főpap nagyon érdekes módon a mai zsinagógai Szertartásokhoz hasonló, végre hasonló eh, dolgokat fog csinálni, ugye nem állatáldozás és füst, füstölőszer és hasonló, hanem a nyomkipuri részt a tórából fölolvassa a szentében. Miben olvassa ezt? Ha akarja, marad a nyomkipuri szolgálati ruhájában, ha akarja, akkor átveheti egy fehér ne a saját eh, ruhatárából, és abban is olvashat. Házanak neszesz, ne itt eszép a tejre, nézzen ő is neszesz. az gán, az gán a könyv gadda, a könyv gadda, öj kábel, a mojsz, de a tejre, a Hogyan történt az olvasás? Ki jött a kántor, házanak neszesz? Ugye volt egy zsinagóga a szentében tulajdonképpen, és ennek volt egy kántora, az kihozta a tónatekercset, odatta a zsinagóga fejének, a a feje odatta a főpap helyettesének, a főpap helyettese odatta a főpapnak, a főpap elfogadta, kinyitotta és felolvasott belőle két részt. Egyrészt az áhlémai szakaszt, ami ö, a Jomkipuri szakasz a Tórában, Mózes harmadik könyvének 16-os fejezete. Másrészt ugyanúgy Mózes harmadik könyvének 23 os fejezete, ahol ugyancsak meg van említve a Jomkipur. E, és mi, e, mindezek után Gajlelszerve, a Nihabe, utána összetekerte a tórátekercset, és, és megfogta a karja alatt. Vöj, mert jöjj, és más nekem és azt mondta, ennél sokkal több van írva, mint amit én itt felolvastam nektek. Ugye azt hogy a kudim És ugye van még egy szakasz, ami a Jomkipuri Musza fázatokról szól, ez Mózes negyedik könyvében van. Ezt már nem a Tórából olvasta föl, hanem kívülről, fejből mondta. Mit mondott még? A Tóra előtt mondott nyolc áldást, egy áldást a Tórára, tehát arra, hogy a Tóra tanulásra, amit mi is mondunk a Tóra eléjárulás előtt. Vála Vajda mondott még egy áldást, ami nagyon hasonlít a C áldáshoz, amit a, mi az Amidában mondunk, ami a szentébeli áldozatoknak a elfogadására szól. Vála da, és mondott egy köszönet áldást, ami nagyon hasonlít a Majdima Náhnulach, az általunk az Amidában a 18-as áldáshoz, Válme Kina Szavain, és egyet a bűnbocsánatért, és egyet a Szentélyért, és egyet Izraelért, és egyet Jeruzsálemért, és egyet a Koanitákért. De a Sárát Fila is mondott egy általánosat minden más fohásszal, amire az embereknek szüksége van. És ha Raja Köny Galaxó Köyre, én Rajász Staffin, Szafin, a Raja Staffin Szafin könyv Galaxó Köyre, Levinés, én Rajász Sáj, Jelenség, Ajszadere, Hajkom, Lekes, Nem, Savakáház. Aki látta a főpapot, amikor a tórából olvasott, az nyilvánvalóan nem látta, ahogy égették a két áldozatot, a, a, az üszőt és a, a kecskét. Aki látta, hogy égetik az üszőt és a kecskét, az nyilvánvalóan nem látta, hogy a főpap e, olvas a tórából. Nem azért, mert nem volt szabad, mondja Mishel, hanem azért, mert a kettő egyszerre történt, de két egymástól távoli helyen. Tehát tulajdonképpen akkor olvasott a tórából. A főpap miközben égették a... miközben égették a kecskét és az üszőt. Eddig tartott a Mi a, a téma, amivel most foglalkozni fog a Talmud? Az, hogy a, tor, misna azt mondta, hogy amikor a főpap jön olvasni a torából, akkor ha akar, akkor maradhat a főpapi szolgálti ruhában, ha nem, akkor átverti a saját hétköznapi köpenyére. De mi a probléma? A probléma az az, hogy nyilvánvalóan miért nem kötelező, hogy főpapi ruhában legyen, azért mert ez nem egy szolgálat. A Tóra olvasása a szentében, az nem egy szentébeni szolgálat a szó szoros értelmében, és ezért nem kötelező a főpapi munkaruha, szolgálati ruha használata. A probléma az, hogyha viszont ez nem egy szolgálat, akkor szabad-e a főpapi szolgálati ruhában maradnia? Hiszen a szolgálati ruha használható profán célra, vagy nem kifejezetten szolgálati célra? Ez itt a kérdés. Midek idek tanim isztani szlávai misen lajj, mik lávadak rá lávai vajdahi? Még tanim rácsa nikles, még de még de azt sem akkor ezekből látom, hogy ezek szerint, ha akar, nem, ö, akkor maradhat a szolgálati urában, pedig ez nem egy szolgálat, a szószoros értelme, tehát mit látok ebből? hogy a főpap a papi ruhákat szabad profán célra használni, és abból profán módon hasznot húzni. Még akkor is, hogy ez nem kifejezetten profán, hétköznapi, hiszen e egy, egy, -egy, -egy, -egy van szó, de mégsem a szentébeli szolgálat az, amiről beszélünk. Dilma Sajni Kriya, de ide Vajdé, azt nem biztos, hogy ebből ezt lehet következtetni. Miért? Pontosan emiatt, mert lehet, hogy ugyanez nem egy szószos értelművet szolgálat, de mégiscsak egy um, része a Jomkipuri munkának, a Czajrecha Nem a Vajda, nem maga a szentébeli szolgálat, de a szentébeli szolgálathoz szükséges um, feladat. Ugye ez része a Jomkipuri menetrendnek. Én sem azt, hogy ez teljesen profán. De így baj a lejjú, még de onnan itt nulla ezben, nem, vagy lejjú itt nulla ezben. Most ez a kérdés, hogy a főpapi ruhát a szabad-e profán célra használni, vagy sem, ez ugye fölmerült máshogy is a tanházban. Föltették a kérdést, Big kuna behen, vagy lai nit Szabad-e a főpapi ruhát profán célra, mert nem csak a főpapi állni, csak a papi ruhát profán célra használni. Tasmá, lai, hogy és én big de köides, a de ha mi és a Talmud a következő helyről próbálja bizonyítani, hogy szabad profán célra használni. Ugyanis a Misna a Tami traktátusban azt mondja, hogy a papok soha nem aludhattak a papi ruhában. Mit látok ebből? Hogy csak aludni nem aludhattak, de más profán dolgot végezhettek. Ugye az alvás, ez egy egyedi dolog, ugye aludni egy ruhában, akkor ott esetleg mindenféle méltatlan dolog, a szentély ruhákhoz méltatlan dolog történhet alvás közben, és ezért az tilos. De minden mást, ami profán, azt lehet. Ebből látom, hogy lehet profán célra használni a szentébeli ruhát. Dilma Sájnál, Hinnel, Szöreha vagy a Tányi Vachla, és Kupárban, mert Láma csak áll, mert én valami szkáprim. Azt hiszem, hogy jó, de hát ez, ez se egy tökéletes magyarázat. Miért? Mert persze, hogy lehet enni a, fő, ruhában. Hiszen amikor a papok esznek, megeszik mondjuk a vétekázatnak azt a rájuk eső részt, akkor az ő evésük része annak, hogy az illető, akinek az áldozatát eszik, hozták és eszik, az aznak az, e meg legyen az, az Isteni kiengesztelése. Ahogy olvastuk, hogy e, amikor a Tóra azt mondja, a Mózes második könyvének 29-es fejezetnek 33-as mondatában, és fogyasszák el azokat az áldati húsokat, amelyel engesztelést szereztek, a Talmud azt mondja, hogy akkor szereznek az áldozathozók engesztelést, amikor a kohaniták megeszik a húst. Tehát akkor az evés az ugyan nem része a szolgálnak, de egy előfeltétele a szolgálat teljes kiteljesedésének. Tehát az, hogy szabad enni a szolgálati ruhában, az még nem azt jelenti, hogy teljesen szabad profán célra ö, használni a szolgálati ruhát. Sejna <síns> aú, de laj, ma Azt mondja, az, 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 oké, akkor mondok mást. Mit mondott a távoli traktátus? Hogy nem szabad benne aludni. Nem, akkor azért szerint csak aludni nem szabad. De mondjuk jönni-menni benne profán célra szabad. Akkor innen tudom, hogy lehet profán célra használni e, a ruhát, e, hiszen a Talmud csak annyit, a, to, a Misna csak azt mondta, hogy nem szabad benne aludni. Azt nem mondta, hogy nem szabad benne jönni-menni, e, vagy e, ilyen profán más profán célra használni. És innen próbálja bizonyítani a Talmud, hogy lehet profán célra használni a szolgálati ruhát. Hogy lehet-e vagy sem, ez holnap fog kiderülni. Nem sokára éjfél van, úgyhogy itt most meg is állunk, és köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai napon. A 68-as lapnak a végéhez értünk. Holnap este, kora este, kora délután, hogy meglátjuk pontosan mikor. Folytatjuk a 68-as lap a 69-es lappal elnézést, igen, 69-es lappal, addig is kívánok mindenkinek további szép estét, jó pihenést, csak volt a egy jó hetet, a viszontlátásra, viszont hallásra.